in the shadows, here you are. 2015-höz hasonlóan idén is két napos volt a negyedévszázados jubileumát ünneplő Miskolc Rally. A Rally 1 bajnokság második futamán az elmaradhatatlan pénteki salakpályás prologot követően április 27-én egy Monstre 155 gyorsasági kilométerrel megtűzdelt napot hivatott dönteni arról, hogy idén ki a leggyorsabb egység Borsodban. A 25. Hell Miskolc Rally programjában négy gyorsasági szakasz szerepelt három körben. A 80 indulót felvonultató rally egy mezőnye a DVTK stadion mellett kialakított szervizparkból indult útjára, hogy a 7,3 km-es Bükszent László Bükszent kereszt nyitószakaszt követően átrobogjon a 18,4 km hosszú Garadna Máinkán, majd a közel 20 km-es Sárka Sajómercse speciálon, hogy a kör végén a szervíz előtt szaladjon még egyet, a 6 kilométeres parasztnya Jukóbányán is. Ez így elmondva egyszerűnek tűnhet, de a valóságban végigcsinálni versenytempóban már sokkal-sokkal nehezebb, arról nem is beszélve, hogy az időjárás első képében alaposan megkeverte a lapokat. A reggeli körben ugyanis az első gyorsot még szárazon teljesítették a párosok, aztán a második, harmadik pályán már esett, majd szakadt az eső, míg Jukón ugyan nedves volt az aszfalt, de már nem volt csapadék. Az első kör gumipókeréből Vince Ferenc és navigátora Bacigál Igor került ki győztesen, így négy gyorsasági után vezették a versenyt. Az igazság az, hogy nem is konstans. Ha esne, és mindenhol esne, lehet, hogy nem is lenne ennyire baj. De különböző módon esik különböző gyorsasági szakaszokon, valahol nagyon, valahol kevésbé. Vannak olyan részek, ahol esik rá az eső, és ugyanolyan tapadás van valahol, meg csak vízes a pálya, és semmilyen tapadás nincsen. Úgyhogy ez nagyon-nagyon lutri. Turán Frigyes 6,4 másodperc lemaradással követte Vincét úgy, hogy az első gyorson 300-addal hamarabb rajtolt, így hiába nyerte meg azt a szakaszt, rögtön bezsebelt 10 másodperc időbüntetést is. Valahogy én rosszul ébredtem. Szerintem jól választottunk gumit, nagyon jó volt a taktikánk, jó volt a setupunk, mindenünk rendben volt. Én voltam nagyon darabos, borzalmas darabosan mentem, talán ilyen rosszul még nem is mentem soha. Úgyhogy beregudtam magamba első meg a második után, aztán valahogy ott abban a nagy esőben, a szakadó esőben magamra találtam. A harmadik helyet az a Velencei Ádám foglalta el, aki a Miskolc Rally előtt még egyáltalán nem ment esős pályán a Citroen C3 R5-tel. A első gyorsa jó volt, utána leszakadt az eső, nagyon felúszkáltunk, ahol megállt a víz. Nem is forszíroztam, volt egy megforgásunk, és ott maradt egy ilyen 15-20 másodperc biztos. Annyival előrébb lennénk, de nagyon hosszú még a verseny, nagyon nehéz. Tényleg ez a kör eszméletlenül nehéz volt így végigmenni ezeken a csúszós pályákon. Az ORC küzdelmeit Rongics Attila vezette 15 másodperc előnnyel úgy, hogy a harmadik sátai szakaszon egy abszolút harmadik időt autózott a P csoportos Mitsubishivel. Rongics mögött a balszerencsés egri hétvégét felettetni igyekvő Dudás Gergő következett a második helyen, majd újabb 35 másodperc lemaradással érkezett Maricek Miklós a harmadik helyre. A legfontosabb az, hogy nem tartom magam most gyorsnak, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy itt vagyunk a célba. Hiszen Miskának van valamilyen műszaki problémája, Hevesi nincs itt, szerintem a Friedmannak is van egy kis műszaki problémája, de azt kell, hogy mondjam, hogy itt a sátai gyorsaságén már úgy éreztem, hogy ha megfelelő gumi lenne az autón, akkor ott tudnánk lenni az elejébe. Szerintem nincsen semmiféle probléma, rutinosan megcsináltuk ezt az első kört. Én úgy gondolom, hogy még talán lőtávolban vagyunk. Most megpróbálunk egy megfelelő, erre az időjárásra megfelelő gumit választani, és támadunk. A Rally Café Racing másik pilótája, Tóth Tibor már az első kört követően magabiztos, egy perces előnnyel állt a Production Car Copa első helyén. Tehát magamhoz képest autózom 80-90%-ot, 100%-on nem merek, mert akkor szerintem abban lehet itt bármi, mert annyira felhordásosak a pályák, hogy itt nagyon-nagyon könnyen össze lehet szedni egy megforgást vagy egy beesést. Meg ugye én félős vagyok, azért is mentünk reggel intermédiával, csak most ugye ez bizonyult a jobbnak, szerencsénk is volt gyakorlatilag egy. Igazából biztonságit jöttünk majdnem végig, sőt itt az utolsó parasztnál már nagyon.
reméljük, hogy be tudjuk ezt osztani. Még így kell menni ezen a versenyen, még semmi nem dőlt el, még nincs vége a versenynek. A harmadik pozícióban helycsere történt, miután Velencei Ádám a hatodik garadnai gyorson defektet kapott, amit bent a pályán kicserélt navigátorával Zsíros Gáborral. A citroenes duó így visszacsúszott az összetetben a 13. helyre, míg Kis László ugyancsak ezen a szakaszon hibázott. Becsúszott a szalagkorlát alá, és a megsérült kormány összekötő miatt kénytelen volt feladni a versenyt. A harmadik helyen egy hazai versenyző gurulhatott át a dobogón, de nem a címvédő Hadik András vagy a korábbi kétszeres N-csoportos Balogh János, hanem hatalmas meglepetésre Német László. Nagyon boldogok vagyunk, igazság szerint úgy gondolom, hogy amennyire balszerencsések voltunk Egerbe, most a Jóisten visszaadott nekünk ebből. Szerencsére az első körben nagyon nem nyúltunk mellé a gumiválasztásnak, aztán ebbe az intermédiában még beletettünk egy 100 kilométert, úgyhogy ez már most túl sok minta nem maradt rajta, de próbáltuk beosztani az utolsó körbe, amink volt, és azt gondolom, hogy ezt egész jól csináltuk, úgyhogy emiatt boldog vagyok. Második körbe, hál' Istennek, tudtunk egy-két jó szakaszeredményt is produkálni, úgyhogy hát nagyon boldog pillanatok ezek most számunkra. A fordos pilóta összességében 14,6 másodperccel kapott is Kodás riválisától. Frici érthetően csalódott volt a DVTK stadionnál felállított célban, hisz a programban szereplő 12 szakaszból 7 alkalommal autózta a legjobb időt, de mégsem lehetett övé az arany a bosszantó hibák miatt. Én azt gondolom, hogy a sors nem akarja, hogy nyerjünk. Kicsit, most rossz kedvem van. Gratulálok egyrészt Ferinek, mert megnyerte a versenyt. De azt gondolom, mi voltunk gyorsak, mi domináltunk. Szerintem bátrabban választottunk Abroncsot, jobban választottunk Abroncsot. Nagyon-nagyon jól felkészültünk, szuper volt a kocsink beállítása. Majd mindig, amikor olyan szituációban voltunk, hogy átvettük a vezetést, vagy már vezettünk, vagy tudtuk valami növelni az előnyünket, akkor jött ez az üzemanyag-szenzor probléma, kettőt cseréltünk. Mind a kettőnek az elromlása 20-20 másodpercbe került legalább, úgyhogy ugye volt ez a korai rajtunk sajnos, ami 300-addal rajtoltam hamarabb. Kaptuk egy 10 másodperc, úgyhogy 50 másodpercet hagytunk a mai napba. Így a végig kiegyensúlyozottan teljesítő Vince Ferenc diadalmaskodott Miskolcon, aki 3 szakasz győzelmet gyűjtött be az egynapos viadalon, és pályafutása 5. futamgyőzelmét aratta Borsodban. Nagyon, nagyon összeáll tényleg minden a csapatunk, az autónk nagyon jó, a navigátorom nagyon jó. Úgy érzem, hogy én is elég jó formában vagyok most ezen a két versenyen, vagyis az eredmény azt mutatja, attól függetlenül nem biztos. De tényleg megint úgy alakult, az elvárásaink szerint alakult minden ezen a hétvégén. Nem terveztük, hogy itt minden gyorsaságén jók leszünk, ez nem is jött össze. Volt, ahol a Frici gyors volt, ahol mi. De összességében nekünk adta ki a szerencse is, hál' Istennek, és az eredmény az tényleg nagyon-nagyon tetszik nekünk. Power Stage-en egy kicsit ugye sajnálatos, hogy azt nem tudtuk behúzni, de az utolsó körön intermédia abroncsokon voltunk mi, felszáradt már a talaj, és nem tudtuk már azt a tempót nyújtani, mint a többiek a slick gumikkal, úgyhogy tényleg amúgy teljes mértékben elégedett vagyok. Egyáltalán nem sajnálom ezt a powert. Nagyon jó, nagyon sok ponttal állunk jelenleg a bajnokságban, úgyhogy reméljük a folytatás is ilyen lesz. Új névvel bővült az ORC futamgyőztesek névsora, hisz Dudás Gergő is feliratkozott erre a listára. A komáromi srác az egri balszerencsés hétvégét követően megállíthatatlan volt, hisz a szakaszok felét megnyerte, és magabiztos 56 másodperces győzelmet aratott Miskolcon. Az ORC második helyet és a Power Stage elsőségért járó 3 pluszpontot Maricek Miklós gyűjtötte be Borsodban, aki ugyan ez alkalommal nem talált fogást fiatal riválisán, de az itt megszerzett pontok sokat érhetnek meg számára az évvégi elszámoláskor. Maricek mögött a címvédő Gyarmati Ariel végzett a harmadik pozícióban. A siófoki pilóta egy defektet követően a 8. helyről küzdötte fel magát harmadiknak. A Rally Café Racing versenyzői, Tóth Tibor és Szabó József megismételték tavalyi győzelmüket, és megnyerték a Production Car Kupa küzdelmeit a borsodi futamon.
A tószegi pilóta jól választotta Broncsot a változékony első körre, és Bacsa Tamásék kiesését követően csak arra kellett koncentrálnia, hogy megőrizze az első körben felépített előnyét. Ez olyannyira jól sikerült, hogy összesen 7 szakaszgyőzelemmel, 2,5 perc előnnyel diadalmaskodott az N csoportban. Kurtos Róbert úgy lett második, hogy az első körre slick gumikon hajtott ki a szervízből, így, ahogy fogalmazott, számukra minden kanyar ajándék volt az esőben. A második körben már jól működtek a slicket a piros Mitsubishin, igaz, Bükszent Lászlón még begyűjtöttek egy defektet, de végül megszerezték a Production kategória ezüstérmét. Nem csak a nagyoknál, hanem a Peugeot kupában is megvan az első duplázó Csomós Miklós személyében. Mixi 5 gyorsan autózott kategória első időt, és összetettben 1 perc 19 másodperccel utasította maga mögé Sauer Gergőt. A Rally 2 2017-es bajnoka és mohácsi riválisa ezúttal is külön ligában játszott a Peugeot-s mezőny versenyzőihez képest. Mivel a Szombathely Rallyt lemondta a rendező, így a bajnokság 6 hetes szünetet követően június 2. hétvégéjén a Székesfehérvár Rallyval folytatódik majd.